Két hete, mielőtt átszeltem autómmal a magyar-román határt, megcsörrent a telefonom, és a következő üzenet fogadott. Frici, ha tudsz, állj meg útközben Sztánán. Valakik várnak rád. Megborzongtam e sorokat olvasva, hiszen életemben csak egyszer jártam ott, amikor is egy kis filmem kezdő jelenetét forgattam, melyet aztán Kós Károly emlékének, szellemének ajánlottam annó. Az üzenetet újraolvasva döntöttem, és Sztána felé vettem az irányt. Aztán egyszer csak minden lelassult, kifényesedett, egy meleg, fénnyel teli képben úsztam, egy álomszerű történés görgetett magával lassan, emberek tekintetei üleltek körül, és ekkor egy hang megszólalt a fejemben. Bebocsátást nyertél a varjúvárba, Frici. Menj tovább, és valaki várni fog rád a bejáratnál. A kertbe lépve egy mosolygós, néma arc tekintett rám. Ő volt. A szemét sosem felejtem el. Kós Károly tekintett rám, nagy figyelemmel, szeretettel, déd unokájának a szemein keresztül. És ekkor a hang ismét megszólalt. Látod, Frici, annyi év után ismét itt vagy. Akkor még nem kaptál bebocsátást ezen az ajtón, mert akkor még a próbatétel volt számodra. Most viszont ünneplünk, mert a mag, amit itt elvetettünk, akkor a nagy háború alatt, mostanra már szárba szökkent. Akkor itt, ez a szellemi központunk megtette a hatását. Azóta is sugároz kifelé, a legtöbb embernek persze még láthatatlanul. De mi most ismét összegyűltünk, ünneplünk, és most már láthatod, hogy nem szabad szomorkodni. Mert a szellem, a mi szellemünk elpusztíthatatlan, bármi is történjék. Hiába a kis hitűség, a torzsalkodás és a szembenállások, mondta a hang. Majd így folytatta. Most ismét eljöttél, fénnyel írod a sorokat, kamerád optikája a pennád. Ne félj! Láss! Azóta már sok-sok nagy szellem megszületett itt Erdélyben, a felvidéken, a délvidéken, és együtt sugározzuk azt az erőt, ami most kell itt az embereknek, az ébredéshez. Látod, a kulcs mindig is a kezedben, a kezünkben volt. Most pedig menjetek és fordítsátok meg azt a kulcsot az árban, hogy az ajtó végre teljesen kitárulhasson. Mert az időzítés a fontos. 2022. Április 3.